Csapó Benő vagyok, tisztelettel köszöntöm a panel beszélgetésünkön megjelenteket, és azokat is, akik az itteni beszélgetést online követik. A 2020 tavaszán megjelent koronavírus járvány alaposan átrendezte a mindennapjainkat, és most már a második hullám eljöttével azt is látjuk, hogy maga a probléma nem tisztán orvosbiológiai járványügyi kérdés, hanem nagyon sok múlik azon, hogy mi állampolgárok milyen információval vagyunk ellátva, és hogyan követjük a szakemberek ajánlásait, javaslatait. A Dugonis Társaság életét is átrendezte a vírusjárvány, és az őszi rendezvényeinket nem tudjuk a szokásos módon megtartani. Ezért arra a döntésre jutottunk, hogy egy olyan rendezvénysorozatot szervezünk, amellyel kapcsolatot teremtünk a városban dolgozó kutatók és a város polgárai között. Számos olyan tudós működik a városban, aki a járvány megfékezésén dolgozó kutatások élvonalában működik, vagy pedig azon dolgozik, hogy ennek a járványnak a következményeit minél inkább a minimumra tudjuk szorítani. Amit látunk magunk körül, az tele van tudással, tudománnyal, ugyanakkor a legtöbb döntés az nem igen jellegű, hanem nagyon érzékeny valószínűségek között kell egyensúlyt teremteni, meg kell találni azt az egyensúlyt, amikor vállalunk még bizonyos korlátozásokat az életünkbe, ugyanakkor ezek a korlátozások nem teszik lehetővé a gazdaság, a kultúra, a tudomány működését, de nem is hozzuk magunkat vagy társainkat közvetlen veszélybe. 5 rendezvény került a látókörünkbe. A mai egy olyan panelbeszélgetés lesz, amikor bemutatjuk azt, hogy hogyan működhetnek együtt különböző disziplinák, egy-egy tudományterület önmagában csak a problémák egy részére lát rá, és együtt kell működnie más szakemberekkel, más kutatókkal, hogy ezeket a bizonyos érzékeny egyensúlyokat megfelelő módon eltaláljuk. A mai panelbeszélgetés 4 résztvevője később egy-egy önálló előadást fog tartani, és akkor megragadom az alkalmat, hogy bemutassam a mai beszélgető társainkat. Boldogkői Zsolt, aki sokféle módon megszólalt az elmúlt időszakban, és elsősorban a kommunikáció és a hamis információk, a tudományellenes nézetek elleni küzdelméről vált ismerté. Hegyi Péter az orvostudomány és az infektológia képviseletében van jelen. Majd kérem, hogy magatokról mondjatok még néhány szót a bevezetőben, és talán arról is, hogy a kutatócsoportjaitokkal, a saját munkátokkal hogyan vesztek részt ebben a bizonyos folyamatban. Rösz Gergely matematikai modellezéssel foglalkozik, és szintén egy országos munkacsoportnak a tagja. Molnár Gyöngyvér pedig az oktatás problémáival foglalkozik, és amikor megtudtuk, hogy be lesz zárva az iskola egy jó időre, akkor ő pedig az EDIA rendszernek a működtetésével segítette azt, hogy online információhoz, eszközökhöz jussanak a pedagógusok. Abban maradtunk, hogy az elején mindenki mond néhány bevezető gondolatot néhány percben, és aztán utána körözni fogjuk a lehetőséget, mindenki reflektálhat az előtte szólóhoz, szóló mondani valójára, illetve további gondolatokat oszthat meg velünk. Meg is kérem tehát Zsoltot, hogy akkor indítsa el ezt a beszélgetés folyamot. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, ülve maradok, akkor a mikrofon így áll. Hogy remélem, hogy jól hallatszik a hangom, ez egy új maszk, viszonylag vastag. Tehát ugye az volt a... Először is szeretném megköszönni ezt a meghívást a Dugonis Társaság elnökének. És az volt a kérdés, hogy mutassam be magam. Boldogkő Zsolt vagyok, a Szegedi Tudományegyetem Orvosbiológiai Intézetének vagyok a vezetője. Az egyik kapcsolódási pontom ehhez a témához már említése került, hogy a gyógyításban, orvoslásban való téveszmék ellen már korábban is felléptem más területeken. A másik kapcsolódási pontom ehhez a témához pedig az, hogy molekuláris virológus vagyok. Ha nem a koronavírussal foglalkozom, pontosabban most foglalkozunk egy nem humán koronavírussal, de számos más egyéb vírussal is foglalkozunk, tehát van rálátásom erre a problémára. És hát nem tudom, ennyit talán magamról. Hogyha ez jó, csak egy rövid bevezetőt mondanék. Tehát ugye a koronavírus járvány második hullámának a küszöbén vagyunk, és az előrejelzések szerint ez a második hullám, ez az egészségügyi helyzetet tekintve ez komolyabbnak ígérkezik, vagy komolyabbnak tűnik. Ennek egyik oka én szerintem az, hogy hozzánk Európába is, és főleg Magyarországra is viszonylag későn érkezett a vírus, tehát tavasztal, amikor már viszonylag így jó idő volt.
A másik pedig az, hogy ugye most Európa kormánya is, ideértve a magyar kormányt is, elsősorban a gazdaság védelmére helyezi a hangsúlyt. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez oda fog vezetni, hogy komolyabb, hogy mondjam, súlyosabb helyzetnek nézi majd elébe. Van egy harmadik tényező is, mégpedig az, hogy egész Európa szerte az Egyesült Államokban is nagyon erős az úgynevezett vírusszkepticizmus. Ez egy tág spektrumot foglal magában, kezdve attól, hogy nem hiszik el a vírusnak a létezését egészen odáig, hogy magát a járványt relativizálják, tehát sokfajta vélemény van. Én azt gondolom, hogy ennek, hogy ekkora mértékű ennek a elterjedtsége a pszichológiai okok mellett, tehát nyilván félünk ezektől a dolgoktól, nem értjük, hogy mi van. Tehát emellett nagyon fontos szerepe van annak, hogy megjelentek ilyen fehérköpenyes teoretikusok, orvosok, gyógyszerészek, akik a téveszméket fölkarolták, terjesztik az eszméket, és a laikus emberek, amik, mondom még egyszer, igen-igen nagy számban vannak Magyarországon is, ezeket az eszméket terjesztik. Hát ilyen tudományos vagy tudományosnak látszó ilyen pamfletteket, gondolatokat terjesztenek, ami hát nagyon nevetséges, és tehát ez egy óriási problémát tartom. Tehát egyébként két különböző dolgot is mondanak, egyik az, hogy le a maszkokkal, nyilvános videóban égetik a maszkot, másrészt pedig nem szeretnék azt, hogyha bezárva lennének egy lakásukba vagy bárhol. Ugye az a probléma itt, hogyha viseljük a maszkot, betartjuk a megfelelő fizikai távolságot, megmosjuk a kezünket, stb., akkor igen nagy a valószínűsége, hogy a későbbiekben sokkal enyhébb korlát távolságtartó intézkedéseket kell majd bevezetni. Tehát valójában önmaguk ellen beszélnek, hogy így mondjam. Bocsánat. A másik dolog az, hogy a fertőző betegség az egy különleges betegség. A fertőző betegség az nem az egyénnek a magánügye, mivel egy személy nem csupán a célpontja az elszenvedői betegségnek, hanem a forrása is lehet. Most emiatt nagyon fontos az, hogy hogyan viselkedik egy társadalom, hogyan viselkedik egy mikroközösség, egy város. Nagyon fontos lenne, hogyha emiatt összetudnák fogni. Ehhez az kellene, hogy a társadalomnak azt a rétegét, akik hajlamosak arra, hogy racionálisan megfontolják ezeket a dolgokat, mert sajnos egy nagyon jelentős réteg van, akire semmi nem hat. Nekem ez legalábbis ez a tapasztalatom. Nem tudom, ez lehetséges, hogy kapcsolatban van azzal a legújabb statisztikákkal, hogy a lakosság, a magyar lakosság 25%-a funkcionális analfabéta. Tehát ehhez kellene egy megfelelő kommunikációs stratégia, az egyik. A másik az kellene, hogy a szakemberek felálljanak és fölvegyék a kesztyűt, és ne azt mondják a másiknak, hogy mi ilyen szinten nem ereszkedünk le, mi nem állunk szóba ilyen görényfélékkel, meg nem tudom mi kell, mert ez nem vezet sehová. Ha nem szólunk semmit, akkor nem fogja tudni senki, hogy mi a helyzet. Tehát én nem ezt tettem. Hát különböző ilyen stratégiákat próbálok, tehát az ismeretterjesztés hagyományos formája az írás, riportok vállalása, és ami nem hagyományos, még egyszer az, hogy én leálltam velük vitatkozni. Hát ugye nyilván le kellett mindjárt szögeznem minden vita elején, hogy ez nem egy tudományos vita, mert tudományban nincs ilyen vita. Itt is nekem támadtak szakmából mindenhonnan, hogy lehet ilyet mondani. Na mindegy, nem érdekes, most egy újabb formát fogunk így kitalálni, aki követi az eseményeket, majd meglátja, hogy mi lesz, ezt nem fogom elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor Hegyi Péternek adjuk tovább a szót. Hát először is én is nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a rendezvényre. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a tudománynak azon képviselői, akik a saját területükön megfelelő minőségben, nemzetközileg elismert módon tudnak tudományos adatokat a lakosság számára fordítani, azok megjelenjenek, és a hangjukat hallassák ebben a dologban. Tehát amikor itt fölmerült és kérdezte tőlem, hogy el tudom-e vállalni, hiszen majd mindjárt rögtön be is mutatom magamat, én most Pécsről érkeztem erre az előadásra, akkor azt mondtam, hogy teljesen természetesen, hiszen nekünk ez azt tudom mondani, hogy kötelességünk egy ilyen helyzetben.
Röviden bemutatva magam, én a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemnek vagyok egyetemi tanára. Alapvetően belgyógyász, szakorvos, klinikai farmakológus és mellette gasztroenterológus vagyok, de ami miatt én ebbe a Covid-ba is belecsöppentem, hogy a transzlációs medicínának mondhatom azt, hogy Magyarországon az elindítója, és hát Európában az egyik legnagyobb centrumot tudtuk elindítani. Hogy rögtön jöhet a kérdés, hogy mi az a transzlációs medicína, az nem más, mint a tudásnak, az a tudománynak a végterméke, ugye a tudás, a tudásnak a lakosság javára történő visszafordítása. És hát egy ilyen járvány idején egyértelmű, hogy nekünk, akik ismerjük azokat a metodológiai módszereket, amivel ezt a tudomány alapján a tudás föl lehet halmozni, és utána ezt a lakosság javára fordítani, akkor ebbe be kell lépnünk. Tehát attól függetlenül, hogy mi ebben nem ez volt a fő területünk, az infektológia, hanem főként inkább a gasztroenterológia, a módszertanok a tudományon belül nagyon egységesek. Tehát egy adott kérdésre a megfelelő módszertanokat használva megfelelő válaszokat tudunk adni. Úgyhogy március elején, amikor elindult a járvány, megalakítottuk a CAT-LAC munkacsoportot, ami a koronavírus elleni transzlációs lakossági akció és kutatócsoport, és azért akció és kutatócsoportnak hívjuk, mert nem csak azt érezzük feladatnak, hogy tudományos eredményeket gyártsunk, hanem azt is, hogy olyan programokat szervezzünk, amivel segíteni tudunk a lakosságon. Mi alapvetően, ami feladatot kitűztünk magunknak, az egyik, hogy mivel ugye az első hullámban Magyarország, hál' Istennek, nagyon kismértékben volt érintve, hogy feldolgozzuk azokat a nemzetközi tapasztalatokat, beleértve a kínai, olaszországi, New York-i adatokat, amik alapján nagyon sok olyan következtetést tudunk levonni, amiből tudunk tanulni. A második fő feladatunk az, hogy olyan prevenciós programokat szervezünk elsősorban a 60 év feletti lakosság részére, amivel tudjuk segíteni azt, hogyha elér hozzánk a vírus, akkor a legkisebb káreseményt okozza a szervezetünkben, hiszen azt lehet mondani, hogy ahogy telik az idő, egyre nagyobb úgymond az esélyünk is, hogyha megy előre a fertőzés, hogy minket is elérjen ez a vírus. És hogyha elér, akkor nyilvánvalóan az egészségi állapotunk határozza meg az immunrendszerünk, hogy a vírus mekkora kárt tud bennünk tenni. Tehát minden olyan program, ami az egészséget növeli, kezdve az alkohol, dohányzás csökkentése, megfelelő testmozgás, megfelelő étkezés, stressz csökkentés, ezekre kidolgoztunk olyan programot, amit oktató programot, amit jelenleg is a lakosság számára térítésmentesen biztosítunk. A harmadik fő terület a már megbetegedett betegeknél olyan klinikai adatok gyűjtése, amiben a betegség lefolyását lehet vinni, és hát már most tudjuk, hogy a vírus lezajlásával nem lesz vége a folyamatnak, hanem utána évek múlva is az utánkövetését ezeknek a betegeknek folytatni kell. Nagyon fontos az, hogy ha egy kicsit a tudományról még ehhez hozzá tudok tenni, hogy ma az életünk minden részében ott van a tudomány. Ha közlekedünk, előveszük a GPS-t, amiben ugye bemennek az adatok, földolgozásra kerülnek az adatok, majd van egy úgynevezett implementációs, megvalósítási rész, amikor kijön elénk a térkép, és ha jó az adat bemenetel, jó az adat feldolgozás, akkor minden alkalommal jobban járunk, mintha kinyitjuk a térképet, előveszünk egy iránytűt, és azzal próbálunk tájékozódni. 50 évvel ezelőtt lehetett valaki olimpiai bajnok, tudomány nélkül. Ma egy olimpiai bajnoknak 10-15 tudományra alapuló edzője, felkészítője van, sőt már az izomrétegnél is van, akit úgy edzenek, hogy az erősítés, a gyorsítás. Tehát ma minden tudomány alapra helyeződik, és akkor tudunk egy versenyt megnyerni, hogyha a tudománynak a vívmányait használjuk. Tehát aki a tudományos adatokat használja, az mindig jobban jár, mint aki a saját egyéni véleményére vagy véleményekre hagyatkozik. És nekem mindig, és tényleg furcsa nézni néha a reakciókat, hiszen én is láttam Zsolt pár szereplést, amikor ugye egyszerűen az adatok válnak az egyik oldalon, és az abból levont következtetések, és a másik az egyéni vélemény. Tehát például, amikor van egy ilyen típusú vita, akkor nem két ember vitatkozik egymással,
hanem egy tudományos igazság és egy emberi vélemény. És szerintem nekünk, akik benne vannak a tudományban és ezzel a kérdéssel foglalkoznak, rendkívül fontos az, hogy ezt a nézetet próbáljuk minél jobban terjeszteni. És bizony a óriási kárt okoznak az emberek, különösen akár az orvosok is a hamis információknak, vagy a nem valós információk terjesztésével. Szerintem ebbe a jogrendszernek is kell majd fejlődnie, mert ahogy a Zsolt is említette, ugye, ha valakinek van egy súlyos betegsége, ami nem fertőző, az önmagára nézve lesz káros, de egy fertőző betegségnél ez egyáltalán nem így van, hiszen azzal ugyanolyan kárt tudok a másiknak okozni, mint akárha egy késsel indulok a másik fele, hiszen magát egy olyan fertőző ágenset juttatok a másik szervezetébe, amivel nagyon komoly egészségkárosodást tudok tulajdonképpen okozni. És hát itt rendkívül fontos az, hogy a tudományban levő emberek összefogjanak, és ez a Ketlak munkacsoportunkban egy nagyon multidisziplináris csoport van, ahol az infektológustól, virológustól, klinikai kutatás tervezőtől, farmakológustól, területi, regionális szakértőktől, közgazdászokig mindenki jelen van, hiszen ahogy ez a rendezvény is mutatja, egy vírus elleni védekezés az nem egy tudományterületet érint, hanem minden tudományterületet. Úgyhogy én indulásból ennyit gondoltam, és hát nagy örömmel adnám tovább a szót. Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg Rösz Gergelyt, indítóját. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Én ugye matematikus vagyok, én a Szegedi Tudományi Egyetem Bolyai Intézetének az alkalmazott és numerikus matematika tanszékén dolgozom, és ott van egy kutatócsoportunk már jó pár éve, ami a biológiai rendszerek modellezésével, illetve nem lineáris dinamikának a biológiában való megjelenésével foglalkozik, és ennek is az egyik fő témája a kutatócsoportunknak az a járványok modellezése. És igazából ezzel már 2006-ban, mikor Kanadában dolgoztam, akkor kezdtem foglalkozni ezzel a témával. Akkor ugye Kanadában még influenza pandémiára készültek, ahhoz készítettek stratégiai tervet, és hogy hogyan kell az antivirális szereket készletezni, mennyit kell belőle fölhalmozni, hogyan kell a pandémia során felhasználni. A legoptimálisabban ilyen kutatásokba kapcsolódtam be még Kanadában, és amikor visszatértem Szegedre, akkor folytattam a járványmodellezésnek a témáját. Már a H1N1 járvány idején is készítettünk elemzéseket az akkori tiszti főorvosnak, illetve az Országos Epidemiológiai Központnak. Akkor például előre tudtuk jelezni, hogy a karácsonyi szünet után már nem fog visszatérni a H1N1. Hogy mikor lesz a csúcsa, azt előre tudtuk jelezni, illetve védőoltási stratégiában is voltak hozzájárulásaink, hogy mikor, hogy időzítsék. És akkor később alakult egy ilyen kis kutatócsoportunk, ami az évek alatt egyre nagyobb lett, és akkor egyre több téma, nem csak járványok, más biológiai problémák is a kutatásunk részévé váltak, de a járvány terjedés az egyik fő profil, és akkor többféle betegséggel is foglalkoztunk azóta, ebola, malária, kanyaró, számos betegségnek a különböző aspektusaival. És amikor eljött ugye a koronavírus idén, igazából már januárban elkezdtünk ezzel foglalkozni, sőt úgy kezdődött az egész, hogy nagyon beteg voltam, influenza-szerű tünetekkel feküdtem otthon, de nagyon komoly influenzával, tehát napokig ki sem tudtam kelni az ágyból, és akkor beszélgettem a munkatársaimmal online, és akkor volt az, hogy lezárták Wuhant, illetve több Hubei tartomány jelentős részét. És akkor kezdtünk ezen gondolkodni, hogy mi lesz ebből, és akkor kezdtünk el kiépíteni, kidolgozni egy olyan modellt, amely a globális terjedését próbálta előrejelezni ennek a vírusnak, hogy mik a legkockázatosabb országok abból a szempontból, hogy ott lesz majd a következő járványkitörés. És akkor tulajdonképpen már Olaszország az benne volt a akkori publikációnk, az egyik legnagyobb kockázat ebből a szempontból. És akkor később folytattuk ezt a témát, amikor interjút kértek tőlem, hogy felbukkantak Iránból érkezett fertőzöttek különböző országokból, és kérdezem ezt a globális modellünket, ezt a globális utazási hálózatnak az adatai alapján
tudtuk számolni, hogy honnan, hova, hány fertőzött kerül várhatóan, hogy utaznak az emberek, és onnan tudtuk visszafele számolni, hogyha ide és ide ennyi és ennyi fertőzött érkezett Iránból, akkor mennyinek kell lennie ott, Iránban, hogy ezt a jelenséget lássuk. És akkor becsültük úgy, hogy már legalább 2000 fertőzöttnek kell ott lennie, amikor a hivatalos szám csak 28 volt. És ugye pár nap múlva kiderült, hogy tényleg több ezer van. És március közepén állt föl az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a koordinálásával ilyen nagy munkacsoport, úgyhogy röviden járványmatematika csoportnak szokták nevezni, de igazából a járvány modellezés, matematikai modellezés és epidemiológiai elemzés munkacsoport, ami tényleg egy nagyon komplex és multidisziplináris csoport, tehát mindenféle terület képviselői megjelennek. Az epidemiológusok, van egy epidemiológus elemző csapat, vannak a matematikai modellezők mellette. De ugye mivel főleg az első hullámban, hogy a társadalom, a kontaktusok számának a csökkentése volt a stratégiának a fő eleme, van egy olyan csoportunk, amelyik külön ezeket a társadalmi kontaktusok mintázatát követi végig különböző módszerekkel, abban dolgoznak szociológusok is és hálózatkutatók is, tehát a társadalomtudomány is megjelenik, nem csak a természettudományok. Vannak egészségügyi adatbázisokkal foglalkozó munkacsoportunk, vannak informatikusok és fizikus, mindenféle tudományterület, és közben a március óta dolgozunk, heti rendszeressége készítünk mindenféle jelentéseket és beszámolókat. Köszönöm szépen, és akkor látom, hogy már továbbadod a mikrofont Molnár Gyöngyvérnek, aki az oktatás problémáiról fog beszélni. Nagyon szépen köszönöm, és én is köszönöm a meghívást. Én a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének a vezetője vagyok. A tanárképzésért felelős posztban is ülök, illetve ezentúl a Technológiák az oktatásban című doktori program vezetőjeként is dolgozom. A kutatásom, a kutatásaim, a körülöttem dolgozó hallgatók, illetve a Szegedi Műhely kutatócsoportjaiban is használt EDIA online mérésértékelési rendszer fejlesztésének a vezetője is vagyok. Hát ahogy itt hallhattuk, ez a vírushelyzet, ez gyakorlatilag az egész életünket felfordította. Ez az oktatás sem maradt természetesen ki ebből. Gyakorlatilag az oktatásnevelés minden egyes szintjére elementáris elővel hatott, mind a vírushelyzet, mind az ezzel szorosan összefüggő óvoda és iskola bezárások. Gyakorlatilag egyetlen egy hétvégéje volt a rendszerünknek arra, hogy átálljon egy alapvetően szemtől szembeni, frontális oktatásra szokott rendszerből egy technológia alapú, online, személyre szabott oktatássá. Ez egy olyan mértékű kihívás, amivel én azt gondolom korábban még az oktatás egyetlen egy szereplője sem találkozott. Itt gondolhatunk akár gyerekekre, akár pedagógusokra. Kutatócsoportban is szembesültünk ezzel a helyzettel, és ahogy értesültünk az iskola és a óvodabezárásról, abban a pillanatban átállítottuk az addig fejlesztett rendszereinket egy iskolai, alapvetően iskolai használatra optimalizált rendszerről egy otthoni online oktatásra alkalmazott rendszerré. Mit is jelent ez? Nyilvánossá tettük az óvodai tesztes modulunkat, ahol az óvópedagógusok és a tanító nők, illetve a szülők is hozzáférhettek ez a programhoz ingyenesen, és a gyerekek felkészült iskola kezdését segítő, támogató számolás és olvasás előkészségének a fejlesztése szükséges feladatokból állíthattak össze teszteket, illetve fejlesztő programokat. Hasonlóan nyilvánossá tettük a diagnosztikus mérések során alkalmazott közel 20 ezer matematika, olvasás és természettudományos feladatot. Ezek közül a pedagógusok válogathattak, és külön fejlesztő programokat, személyre szabott fejlesztő programokat állíthattak össze a diákok részére. Mindemellett
miután ez az egész helyzet látszik, hogy sajnos még a mai napig nem ér véget, sőt még egy ideig folytatódni fog, ezért erőteljes fejlesztéseket kezdeményeztünk, és elkezdtünk technológia alapú számítógépes online fejlesztő programokat kidolgozni pedagógusok számára, hogy támogassuk azon fejlesztő munkájukat, aminek keretein belül a gyerekeket olvasni és számolni tanítják. Ezek a fejlesztő programok remélhetően néhány héten belül elérhetőek lesznek a kutatócsoport honlapján. Mi is igyekeztünk erre reagálni, számunkra is igen jelentős kihívást hozott ez az egész helyzet. Amit a mostani kutatásaink mutatnak, az, hogy az ország nagyon különbözőképpen reagált rá. Voltak gyerekek, akik saját bevallás szerint nulla online oktatásban, online tanórán vettek részt, míg voltak olyan diákjaink, akik azt úgy nyilatkoztak a kérdőívben, hogy az összes órájuk megtartásra került. Na most a két csoport között elég jelentős különbség alakult ki, és gyakorlatilag tovább nőtt a különböző iskolákba járó gyerekek közötti különbség. Nagy részben összefüggően persze azzal, hogy az ő gazdasági társadalmi hátterük milyen. Összességében az biztos, hogy megállapíthatjuk, hogy azokhoz az ismeretekhez, azokhoz a fejlesztésekhez sokkal kevésbé jutottak hozzá a gyerekek, amit normál esetben megkaptak volna. Azonban mégsem mondanám azt, hogy egyértelműen negatívan hat ez a mostani helyzet az oktatásra. Én nagyon remélem, hogy megfelelő döntéshozatal mellett a végén pozitívan fogunk ebből kijönni, ugyanis ha belegondolunk, a pedagógusoknak olyan képességei fejlődtek, amely és olyan mértékben fejlődött, mondjuk a technológiai képességük, az eszközhasználatuk, amit nem tudtunk volna különben elérni. Ugyanúgy, amit a nemzetközi kutatások is mutatnak, hihetetlen mértékben elkezdtek együttműködni. És az együttműködő pedagógus, egyébként a jó pedagógus egy alapvető tulajdonsága, nagyon lényeges, attól sikeres egy iskola, egy pedagógusi kar, hogyha ők jól együtt tudnak működni. És most a pedagógusok elkezdtek együttműködni. És ugyanez tapasztalható, ez a pozitív fejlesztés azért a gyerekeknél is. Hiszen gondoljunk bele, mondhatjuk, hogy net generáció tagjai, alfa generáció tagjai, akik most iskolába járnak. Telefonnal, tabletekkel nőttek föl. Csak hogy ezeket a telefonokat, ezeket a tableteket ők szórakozás céljából használják általában, illetve az egymással való kommunikációra. Most pedig rá kellett arra jönniük, hogy ezt tanulási célból is lehet használni, és innentől kezdve már asszertív módon, tudatosan, hogyha ők erre rájönnek, hogy egy számítógép van a kezükbe, aminek a segítségével hatékonyan tudnak tanulni, akkor ez a jövőre vonatkozva is lehet ennek egy pozitív kimenetele. Mindamellett önszabályozó képességüknek is fejlődni kellett, hiszen egyik pillanatról a másikra vehették volna úgy is, hogy kitört a nyári szünet, mert hogy kevésbé volt felettük ott a kontroll, de mégis ennek ellenére nagyon sokan az önbevallás szerint tovább folytatták a tanulást, tovább folytatták a napi rutint, és megtanulták azt, amire szükség van az iskolában. Elhangzott a tesztelés fontossága, oktatás kapcsán ez megerősített minket. Ugye, amivel főleg én legalábbis foglalkozom, az mérésértékelés. És eddig is mindig hangsúlyoztuk az oktatásban a mérésértékelés, a tesztelés fontosságát, és ez az egész vírushelyzet most kiemeli, hogy igen, lényeges a diagnosztikus tesztelés, lényeges a gyakori tesztelés, azért, hogy hatékonyan tudjuk fejleszteni a gyerekeket. Emellett még további lényeges kérdések merültek föl, például előtérbe került a tanárképzés minőségének a fontossága. Ugyanis azok a pedagógusok ugrották meg leginkább ezt a lécet, teljesítették legmagasabb szinten ezt a kihívást, akik korábban is használtak technológiai eszközöket, és széles módszertani repertoárral rendelkeztek. Tehát én egy lehetőséget is látok ebben a helyzetben, hogy egy új pályára helyezzük át a
az oktatási rendszerünk minőségét és az oktatásunk hatékonyságát ezen új technológiai eszközök segítségével. Köszönöm szépen, a hozzászólások körbeértek, de nem csak körbeértek, hanem azt is látjuk, hogy a problémák valóban összeérnek, hiszen Zsolt említette a bevezetőjében, hogy mekkora probléma az, hogy a népesség egy jelentős része funkcionális analfabéta, és Gyöngyvér hozzászólásából láttuk azt, hogy mekkora a probléma, hogyha nem kapnak a gyerekek megfelelő oktatást, és főleg az elsősök, akik írni-olvasni tanulnak, nagyjából az első tanév felét elveszítik, és még nagyobb lesz az a gond, hogy még többen nem tanulnak meg írni, olvasni, még kevésbé tájékozottak. Ezt hozzátenném, hogy igen nagy probléma Magyarországon az, hogy nagyon alacsony a természettudományos műveltségnek a szintje. Különösképpen a gyerekek nálunk nagyon keveset tanulnak arról, hogy hogyan működik a tudomány. Tehát az, hogy a tudománytól egyrészt lehetetlen dolgokat várnak el, másrészt pedig azokat a részeredményeket, a születőben levő eredményeket nem becsülik értékén, az részben annak tulajdonítható, hogy nagyon keveset tanulnak arról, hogy mit jelent a tudományos tudás, hogy nincs abszolút tudás, de a sokoldalúan megvizsgált, mérlegre tett tudás, a legjobb elérhető tudás, egy laikus nem tudja azt felülírni és felülbírálni néhány esetből vagy néhány egyedi példából levont következtetéssel. Talán a következő körben akkor egy kicsit egymás gondolataira is reflektálhatnátok, illetve ha valamit tudnátok arról mondani, hogy a saját nézőpontotokból mit tudnátok mondani többi szakma képviselőjének, vagy a laikus állampolgároknak, vagy a döntéshozóknak, hogy hogyan tudunk ebből a helyzetből legjobban kijönni, vagy bizonyos dolgokat esetleg hogyan tudunk hosszú távon a javunkra fordítani. Én annyival... Bocsánat, nagyon egészíteném ki ezt a természettudományos oktatásnak a nem kielégítő voltát, hogy én ez alatt a közel 10 év alatt, amíg foglalkozom ezzel a tudomány népszerűsítéssel, azt vettem észre, hogy nem az a probléma, hogy mit és mennyit tudunk, hanem az, hogy hogyan tudjuk. Hiszen orvosok, Nobel-díjas tudósok lesznek téveszmény képviselői. Tehát a probléma abban van, hogy hogyan látjuk a dolgokat, hogyan látjuk-e vajon a saját késztetéseinket, látjuk-e a saját hibánkat, vagy szóval ezt kéne valahogy korai gyerekkorban én szerintem tréningezni. Szóval többieknek, hát nem tudom, igazából engem érdekelne, és hogy mit mondanak a előre jelzések a magyar, meg a európai világhelyzetet illetően. Hát az oktatásról lehetne beszélgetni, azt szerintem órákat, azt... Most inkább akkor csak ezt kérdeznének, hogy... Ez is reflektálva nyilvánvalóan azt el kell ismerni, hogy hál' Istennek nagyon nem csak elvett tőlünk, sokat is ad a Covid, mit ad nekünk, és például az egyik legfontosabb a multidisciplinaritás, hogy minden összefügg mindennel, és például mi is az elemzéseinkben azért vontunk be minden szakterületet, mert például ugye már áprilisban és csináltunk olyan analíziseket, ahol például az intenzív ellátásnál modelleztük azt a szakápolók, orvosok szükségleteit, a műszerpark szükségleteit és az összes dolgot, hiszen ha most csak orvosok és szakápolók lennének gépek nélkül, akkor ugyanúgy nem tudnának eredményesek lenni, mint tulajdonképpen fordítva. És ezek a helyzetek abszolút föl fogják hívni a figyelmet, hogy hol vannak olyan hiány területek Magyarországon, hiszen például mondjuk a szakápolói hiány az nem egy új keletű dolog, csak ilyen éles helyzetben jelentkezik rendkívül fontosan, vagy rendkívüli mértékben, hiszen ahol a legnagyobb hiányterület van, ott fog a probléma legjobban megjelenni. Az elején említettem, és ahogy kérdezted, hogy mire lehet számítani, hogy ugye csak jó adatokból lehet következtetéseket levonni. Rossz minőségű adatokból rossz következtetéseket lehet levonni. Tehát a tesztelések elképesztően fontosak, és azt egyértelműen az analízisek azt mutatták, hogy amelyik országban többet tesztelnek, ott kisebb a halálozási ráta. Magyarországon körülbelül olyan 50 ezer teszt jut 1 millió lakosra, Dániában közel 500 ezer, 450-500 ezer, és ha megnézzük a halálozási adatokat, akkor ott elképesztően gyorsan ki tudják szűrni a kontaktokat, és nem tud olyan gyorsan átterjedni az idősebb veszélyeztetett populációra a fertőzés, és ott vannak gyakorlatilag a legalacsonyabb halálozási adatok
az összes fertőzöttekre viszonyítva. A másik pedig azt is lehet látni, és hát ez nyilván Gergőnek az asztala a modellezésekkel, hát ezek jelentős része előre látható, hogy mikor mi fog történni, és hát most mondhatom azt, hogy ez egy óriási előny számunkra, hogy többen léptek bele az első-második hullámba előttünk, tehát tudunk tanulni belőle. Tehát például a legjobb példa erre vonatkozóan, megnézzük a nemzetközi adatokat, például a floridai példa, aki szintén nagyon alacsony volt az első hullámba a fertőzötteknek az aránya, és megnyugodtak, és hát rengeteg turista, mindenki odalátogatott, bulisztak, és hát egyszer csak elkezdett nőni a fertőzöttek száma, de mindenki nyugodt volt, hogy hát nem probléma, mert a halálozási adatok nem mennek utána, és eltelt 4-5 hét körülbelül, amikor elképesztő mértékben elkezdett emelkedni a szám, és hát nyilván ezeket a matematikai analíziseket, ezeket meg lehet tenni, tehát ugyanúgy, ahogy nálunk is ki lehet számítani, és hát szerintem ezt a Gergőik meg is teszik, az, hogyha a kezdeti szakaszban nem emelkedik a halálozások száma, az nyilvánvalóan onnantól azért előre lehet számítani, hogy hol lesz, és hogyha a tesztelésünk nem jó, tehát nem tudjuk pontosan megállapítani a fertőzöttek arányát, akkor már csak visszafele tudunk a halálozási adatokból számolni, ami pedig ugye lényegesen rosszabb, hiszen eső után tudjuk csak megmondani, hogy kabátot kellett volna fölvenni. Tehát én itt egy rendkívüli fontosnak gondolom azt, hogy jó adatokat csak tesztelésekből tudunk szerezni, és azt rendkívüli mértékben kellene. Nem lehet szinte eleget tesztelni, azt tudom mondani ahhoz, hogy jó védekezés lehessen kialakítani. És hát tényleg osztom mind a többi kollégának is a véleményét, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és az, hogy valós adatokra építsünk, ez enélkül nem tudjuk megoldani a vírus elleni védekezést jól. Igen, ugye itt ugye szóba került tehát a modellezés, hogy előrejelzést tudunk erre építeni, és nyilván abból kell kiindulnunk, hogy mi a jelenlegi helyzet. Tehát ha nem tudjuk, mi a jelenlegi helyzet, akkor nyilván esélyünk sincs bármilyen előrejelzést tenni. Most pont az a nehézség, és ez nem csak Magyarországon, de a koronavírusnak a jellemzője, hogy nagyon sok a tünetmentes vagy enyhe tünetes eset, emiatt nagyon nehéz pontos képet kapni arról, hogy valójában hol jár a fertőzés, mennyi a fertőzött, és így tovább. Most több példa van, amikor a tesztelési kapacitás elégtelensége miatt más országokban hosszú platót látunk az esetszámban, tehát ha én csak a regisztrált esetek számát nézem, közben a halálozási görbéjük meg egészen más alakot mutat. Ezt, és akkor utólag persze lehet modellezéssel rekonstruálni, és rekonstruálták is, hogy nézett ki igazából a járvány, és egész más alakja volt, mintha azt a görbét nézem, ami a regisztrált esetekből kirajzolódik. Tehát ez a probléma, ez a nehézség a minden előrejelzésnél, hogy először is, sőt kialakult ez a fogalom már az irodalomban, hogy a forecasting angol az előrejelzés, hogy először kell csinálni egy nowcastinget, hogy ebben megmondjuk, azt jelezzük, hogy most mi van, mert az se olyan könnyű az adatokból. És ahogy Péter is említette, utólag persze vissza tudunk számolni sok mindent, hogy a halálozásokból számolunk visszafelé, de akkor már legalább 3 héttel vagyunk lemaradva az eseményektől. És az idő itt nagyon fontos, mert még a regisztrált esetszámaink is ugye el vannak csúszva az inkubációs periódus, meg amíg elmegy tesztelni, meg mire a tesztnek visszajön az eredménye. Tehát a valós járvány dinamikától még az a mutatónk is le van maradva, a halálozás az meg végképp sokkal, sokkal jobban el van késletetve időben. Másik dologra még reagálnék gyorsan a kommunikációval kapcsolatban, mert pont nemrég, vagy a hétvégén beszéltem egy japán kollégámmal, és mondta, hogy az egyik tényező, hogy Japánban olyan alacsony a halálozási szám, annak az egyik oka, több oka van, hogy a veszélyeztetett csoportok, a magas kockázatú csoportok, az idősek, illetve a különböző krónikus betegséggel rendelkezők, ők nagyon tudatosak voltak, őfelé kommunikálták, hogy ők veszélyben vannak, és ők sokkal jobban csökkentették a kontaktusaikat, a fizikai kontaktusokat, a szoros kontaktusaikat, mint a társadalomnak a más része. Tehát ők így védték magukat. És amikor Magyarországon készítettük ezt a hosszú kérdőíves
társadalmi kontaktusokról szóló felmérésünket, abban volt egy ilyen kérdés is, hogy nem tudom, valaki ismeri a MASZK-nak nevezett kérdőív, és volt egy külön kérdésünk arra, hogy az illetőnek van-e valamilyen krónikus betegsége, ott fel voltak sorolva, amik fontosak a kockázat szempontjából, és azt vettük észre, hogy Magyarországon nincs különbség a úgymond egészséges embereknek a kontaktus mintázata és a krónikus betegeknek a kontaktus mintázata között. Tehát ez még egy tartalék szerintem, hogy kommunikálni jobban a krónikus betegsége rendelkezők felé az ő magasabb kockázatukat. Úgy tűnik, hogy ők nem óvatosabbak, mint mások. És ez csak egyetlen egy komment, hogy ez az egyik számomra legjobb, brilliánsabb döntés volt még, amire többen is tettünk emiatt javaslatot az első periódusban, mert azért az időseknek van a legtöbb krónikus betegségük versus a fiatalokkal, hogy külön idő volt a vásárlása, például elkülönítve az idősek és a fiatalok között, és ez például szintén egy elég egyszerű döntés, aminek tulajdonképpen a gazdaságra azért nagyon minimális hatása van, hiszen mindenki meg tudja vásárolni azt, amit kell, de ilyen döntések jelentős mértékben, ahogy a Gergő említette, a halálozást drámaian tudja csökkenteni. Az oktatás kapcsán, amit már említettem is, gyakorlatilag minden egyes pedagógus, én azt gondolom, feltette magának a kérdés, hogy mi a fontos, mi az, amire fókuszáljak a rendelkezésemre álló időben, térben, hiszen korlátozottak voltak általában a lehetőségek. Remélhetően az így megfogalmazott konklúziók tovább élnek, és megtanulunk az iskolában fókuszálni a fontos dolgokra, és a gyerekeknek azon készségeit, képességeit, ismereteit fejleszteni, amik ténylegesen fontosak. Szintén hihetetlen mértékben kellett más-más módszertani eszközökhöz nyúlniuk, mint a megszokott eszközök. Azt is reméljük, hogy ők ezeket az eszközöket, ezeket a módszereket, mind jó gyakorlatokat tovább viszik, és továbbra is alkalmazni fogják. Mindez erős és komoly kérdéseket vet föl a tanárképzés hatékonysága kapcsán is. Akár tartalmát, akár felépítését, akár az országban lévő elosztását tekintve. És azt látjuk, hogy azok a pedagógusok, akik technológiailag otthon voltak, használtak már korábban is eszközöket, magabiztosak voltak, széles, tág, módszertani repertoárral rendelkeztek, ők sokkal könnyebben átvészelték, úgymond. Tehát megugrották ezt az akadályt, és kialakították azokat az eszközöket, amelyekkel meg tudták valósítani a gyerekek fejlesztését. Szintén felhívta a figyelmet ez az egész helyzet arra, hiszen egy átlagos osztályteremben 20-25-30 gyerek ül ott. Most online egyszerre 20-25-30 gyerekkel foglalkozni, körülbelül képtelenség. Ezt föl is ismerték a pedagógusok, és elkezdtek csoportokat kialakítani, és nagyon sokan elkezdték személyre szabni a fejlesztést, személyre szabni az oktatást, és itt felmerül a kérdés akár a további fejlesztések kapcsán is, hogy ténylegesen szükség lenne egy pedagógiai asszisztensre. Ahogy a finn iskola rendszerben is működik, van egy pedagógiai asszisztens, aki segíti a pedagógus munkáját. De azt láthatjuk, hogy hiába járnak egyébként most a gyerekek iskolába, ezzel az egyetemi kurzusokon is szembesülünk, szemtől szembeni az oktatás, de a maszkban lévő oktatás nem ugyanaz, mintha ezt levesszük. Ez egyébként nagyon erőteljesen befolyásolja a gyerekek fejlődését is, hiszen nem látják az arcunk jelentős részét, nem látják a mimikánkat, nagyon jelentősen leromlik a beszédértés is. Mindemellett kisgyerekeknél, ahol nagyon fontos a manipuláció, nagyon fontos az, hogy hozzáérjenek különböző tárgyakhoz, ezt most megint nem tehetik meg. Tehát új eszközöket kell kialakítani a pedagógusoknak arra, hogy a megfelelő fejlesztést meg tudják tenni. Összességében nagyon-nagyon sok kérdés vetődik fel oktatás kapcsán a jelen helyzetben is, amikor bár járhatunk iskolába, de az érthető korlátozások miatt ez az iskolába járás, ez mégsem olyan
mint a korábbi iskolába járás volt. Itt a japán példa kapcsán megemlíteném, hogy Japán alapvetően az öregek tiszteletére épült társadalom, nálunk pedig sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a vírus szkepticizmus talaján megjelent az áldozathibáztatás, tehát nagyon sok olyan gúnyrajz, olyan vélemény jelenik meg az interneten, ami azt mondja, hogy ti betegek vagytok, ti vagytok a felelősek, ti öregek vagytok, hogy ilyenek vagytok, és mi nem fogjuk venni a maszkot. Ez lényegében menetelés a náci eszmék felé, én azt gondolom, ami egy nagyon-nagyon tragikus dolog. Az oktatással kapcsolatban esetleg egy-két megjegyzés. Én korábban nagyon az online oktatás mellett voltam, és most, hogy bejött, felfedeztem azt, hogy a személyes jelenlétnek is van nagy fontossága, még az egyetemi hallgatók körében is. A mi rendszerünk már több mint 10 év óta egy nagyon erősen ilyen motivációcentrikus, hogy jöjjenek a hallgatók az órára, mert ott tudnak figyelni. És ugye azt vettem észre, hogy egy online oktatunk, akkor nagyon nagy lehetősége van annak, akiben nincs elég motiváció, az nem, hogy mondjam, nem figyel oda, vagy csak úgy testileg van ott, hogyha ott van egyáltalán a számítógép mögött. Úgyhogy valami kombináció a jövőben, legalábbis a jelen technológiával. Lehet, hogy olyan technológia lesz majd a közeljövőben, ahol úgy érezzük, hogy egy közel vagyunk egymáshoz, nem tudom. Mindenesetre a vírus el fog tűnni, és ez egy valóban, tehát a sok tragikus, hogy mondjam, aspektusa ennek a járványnak között van pozitív hozadéka is. Ez a technológiára való átállás szerintem egy óriási dolog volt a tanároknak is, diákoknak. Főleg a tanároknak, mert a diákoknak könnyű volt. Az öregebb tanároknak, professzornak kicsiket nehezebb volt elsajátítani ezeket, azt gondolom. Köszönöm szépen. Többen felvetettétek a tudomány, illetve a kutatók felelősségét. Zsolt említette, hogy bele kell állni a kommunikációba, és mondani kell, terjeszteni kell a tudásunkat. Ez valóban így van. Elsősorban a művelt értelmiségének, az írástudóknak a felelőssége nagyon nagy ebben a körben, akik el tudják olvasni, fel tudják dolgozni, meg tudják érteni ezeket a folyamatokat. Nagyon fontos lenne, hogy mindazok, akik a közéletben jelen vannak, akik különböző fórumokon megszólalnak, azok ezt a tudást továbbadják, és merjék vállalni és kommunikálni. Hadd mondjam el azt az apró epizódot, amit lejátszódott, mielőtt ez a beszélgetéshez hozzákezdtünk. Itt a járványügyi szakértők meg tudták volna úgy szervezni ezt a beszélgetést, hogy levehessük a maszkunkat egymástól távol, ülve, maszk nélkül tudjunk beszélni. Itt van egy nagyjából 15 fős közönség, nem nullára, de minimumra lehetett volna szorítani annak a valószínűségét, hogy megfertőződjünk. Ennek ellenére bevállaltuk ezt a kellemetlenséget, és úgy döntöttünk, hogy maszkban fogunk beszélni, mert nem tehetjük meg, hogy mi itt a kényelmünkre gondoljunk, ahelyett, hogy példát mutassunk, vagy a minimumra leszorítsuk a fertőzés veszélyét. Tehát azt kérdezném tőletek, hogy mit tudok tanácsolni mindazoknak, akik bármilyen helyzetben közszereplők kommunikálnak, példát mutatnak, szerepmodellek, mit tudnak tenni, hogy ezt a veszélyt a minimumra szorítsuk, amit soha nem tudunk leírni nullára, de ugyanakkor igen nagy különbségeket tudunk létrehozni. Itt is érvényes a pillangó effektus, hogy néhány rossz viselkedési megnyilvánulás tovább tud úgy gyűrűzni, hogy a végén katasztrofális következményei vannak, elszabadul a fertőzés egy régióban, egy körben, és emberi életek múlnak viselkedési hibákon. Mit tudnátok ehhez hozzátenni, mit tudnátok javasolni az én laikus gondolataimhoz képest? Tehát itt több szereplős játék. Ugye az, hogy valaki ilyen közszereplő lesz, az nem jelenti ezt, hogy mások nem lehetnek. Tehát például az én egyik tevékenységem az, hogy a különböző tévé és rádiócsatornák meg újságokhoz engem keresnek meg, de én azt mondom például ma is, megkerestek az RTL Klubtól, hogy a PCR tesztek ügyében érdeklődnek, hogy mi a helyzet Magyarországon. Én mondtam, hogy oké, okay, kicsit tudom, de van egy jobb nálam. Felhívtam valakit, hogy vállalná. Tehát ugye ezt csinál már régóta, hogy azokat az embereket, akik értenek hozzá, nyilvánuljanak meg. Tehát én szeretném ambicionálni a szakembereket, de tényleg a szakembereket, akik valamilyen témához értenek, azok nyilvánuljanak meg a nagy nyilvánosság előtt, ez egyik. Sajnos olyanok is vannak, akik megnyilvánulnak, de inkább ne tennék ezt. A másik szereplő ugye maga a laikusok vagy a közemberek. Tehát ők is mutassanak példát, szóljanak rá, hogyha valaki nem visel a maszkot, tájékozódjanak, hogy mi a helyzet, és a vírus szkepticizmus ellen lépjenek fel, mert tényleg nagyon nagy problémának látom ezt. És
úgy gondolom, hogy az élet minden területén, sporttól kezdve a példaképeknek iszonyatosan nagy jelentősége van. Itt a vírus helyzetben is azt kell, hogy mondani, hogy különösen azok a személyek, amelyek célkeresztben vannak, vagy többet szerepelnek a médiába, azok határozottan és teljesen egyértelműen nyilvánuljanak meg. Itt azért nagyon kiemelném a médiának a felelősségét, hiszen azért nagyon sokszor látjuk, hogy a média, amelyik szenzációra próbál törni, az nagyon sokszor eszközként használja fel az egyes megnyilvánulásokat, és nem abba a kontextusba adja le, csak azért, hogy nézettségi mutatókat növeljenek. Tehát itt amellett, hogy a példaképeknek meg kell jelennie, én azt tudom mondani, hogy a médiának hogy óriási a jelentősége, hogy ők mit és milyen módon közvetítenek a lakosság fele, hiszen én úgy gondolom, hogyha a felelősségteljes magatartásra buzdítanak, és mindenki abba egy irányba viszi a dolgot, akkor sokkal könnyebb lesz a lakosság számára is megérteni, hogy mit kell csinálni. Ma már ki kell jelenteni, hogy nem az információ hiánya probléma, annyi információhoz jut mindenki, amennyit akar. Az információnak a valódisága. És azt hiszem, hogy most jött el az az idő, ahol a média is vizsgázik, és nagyon erősen vizsgázik, hogy kik azok, akik föl tudnak nőni egy ilyen COVID-19 okozta problémához. Hát én viszonylag sokat szerepeltem a médiában ugye az elmúlt időben, főleg matematikushoz képest főleg. De az igazság az, hogy a megkereséseim az egy nagyságrendel több volt. Tehát igazából a 95%-át az ilyen felkéréseknek nem tudtam elfogadni, vagy nem akartam. És tehát igazából az egész napjaimat eltölthettem volna ezzel, olyan sokan érdeklődtek, nyilván akkora figyelmet kapott ez a téma. Most ami a nehézség, vagy ha nem is tudom, hogy fogalmazzam a média szereplésekkel kapcsolatban, hogy van ez a szokás, ami nekem nem tetszik, amikor egymástól átveszik a dolgokat. Tehát valaki ember mond valahol valamit, arról valaki tudósít, a másik médium azt átveszi, kicsit máshogy fogalmazza meg, és valaki még őtőle is átveszi, és akkor néhány lépés után már nyomokba se emlékeztet arra, ami eredetileg valójában elhangzott. Tehát voltak ilyen példák is, de egyik legnézettebb tévéműsorban volt rólam szó teljesen fiktív állításokkal. Tehát ilyen előfordul. És nyilván, főleg amikor valami olyan téma jön föl, aminek ilyen kicsit szenzációszaga van, vagy valami politikai vetülete van, akkor veszem észre, hogy akkor aztán rácuppannak, és akkor egész nap csöng a telefonom. És akkor ugye el szoktam rakni valahol messzire. De egyébként a korábban is, a koronavírus előtt én hát szerepeltem már a médiában másik, ebola járvány, vagy influenza kapcsán is. És igazából ezt a matematikának annak a tudatosítását, hogy a matematikánk milyen szerepe van ilyen területeken, és ezeket azt mindig szívesen csináltam, és fogom is. Csak nyilván koronavírusnál néha ilyen hiszterizált hangulatok alakulnak így időszakonként, amikor inkább akkor kicsit nyugalomba vonulok. Oktatás kapcsán szintén a felelősségteljes gondolkodás, a példamutatás, és ami nagyon lényeges, akár a pedagógusok, akár a szülők vonatkozásában, hogy erősítsék a gyerekeket abban, hogy nem ők a hibások akkor, hogyha egy családtag megbetegszik. Ugyanis a legfrissebb kutatási eredmények szerint ez hihetetlen mértékű frusztrációt okoz a gyerekek számára, és gyomorgörcsöt, és félnek, rettegnek attól, hogy nehogy hazavigyék a betegséget, és anya, apa, nagymama, nagypapa megbetegedjen. Erősíteni kell őket abban, hogy éljék az életüket felelősségteljesen, gondolkodjanak, mossanak kezet, ha olyan helyen vannak, hordjanak maszkot, de ne okolják magukat akkor, hogyha véletlenül egy családtagjuk megbetegszik.
Ezentúl, ami akár korábbi H1N1 járvány kapcsán is előkerült, és publikációk foglalkoztak a maszkviselés kapcsán ezzel, hogy érdemes a pedagógusoknak is, hogyha maszkot hordanak az órán, erősebben mimikálni, ugyanis a maszk alatt nem látszik, hogyha mosolygunk. Erősebben kell, nagyobban kell mosolyogni, hogy a szeme is mosolyogjon, és a gyerekeknek sok-sok pozitív visszacsatolást adni, és ezzel is csökkenteni a helyzet adta frusztrációt, és a helyzet adta kellemetlenségeket. Úgy előkerült már a szakértő alapú és az adat alapú döntéshozatal. Én azt gondolom, hogy az oktatás kapcsán is ez nagyon fontos. Most láthattuk, hogy akár a járvány megfékezése céljából meg tudtak szólítani politikusok, vezető járvány terjedéssel foglalkozó matematikusokat, különböző szakterületről tényleg multidisziplinárisan be tudtak vonni a döntéshozatalba embereket, szakembereket. Érdemes lenne ezt az összes területre kiterjeszteni, és akár oktatás kapcsán is még több szakértőt, különböző területen dolgozó szakértőt, kutatót bevinni, és ami átalakítás most várhatóan lesz, azokba őket bevonni. Ami az oktatásban még, amivel nagyon sokan foglalkoznak, és nagyon sok országban, ami stratégia elindult, hogy bár a pénzek jelentős része most a védekezésre került átcsoportosításra, mégis, mint ismeretes, az oktatás minősége, sikeressége elég erőteljesen összefügg a gazdasággal, a gazdaság fejlődésével. Ezért érdemes most az oktatásra odafigyelni egy ilyen helyzetben, amikor más megváltozik az oktatás minősége, hogy ez közép és hosszú távon nehogy gazdasági csökkenésbe fusson ki egy esetleges oktatási minőség csökkenés miatt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés minden résztvevőjének a gondolatébresztő hozzászólásokat. A panel beszélgetésnek az első része lezárult. A Szeged Város Televízió felvette a beszélgetésünket, és nagyjából ilyen időtartamban egyeztünk meg, ami a beszélgetés rész lesz. A mai rövid beszélgetést tekinthetjük úgy is, mint egy bemutatkozó bevezetést a következő 4 előadás elé. Beszélgető partnereinknek lehetősége lesz arra, hogy egy önálló előadásban részletesebben kifejtsék a szakterületüknek az álláspontját és mondani valóját. Amennyiben a technika engedi, szeretnénk azokat az előadásokat úgy megszervezni, hogy több lehetőség legyen az interakcióra, interneten való kérdezésre. Most tehát köszönöm szépen a beszélgetésnek ezt a részét, és akkor lehetőséget adunk arra, hogy a közönség kérdezzen, illetve amennyiben online érkeztek kérdések, akkor azokat is feltesszük, és a jelenlevők válaszolhatnak rá. Kérdezem tehát, hogy van-e olyan kérdés, ami valakiben megfogalmazódott bármelyik szakértőhöz. Parancsolj! A bennünket online követők kedvéért megismételném a kérdést, ahogy én megértettem, hogy történt-e valami fajta ellenőrzése annak, hogy a jóslás hogy jött be? Igen, tehát ezt folyamatosan mindig visszanézzük, hogy a legutóbbi példa, amit Péter említett, ez a ami Florida névén vált közismert, de más országban is lezajló folyamat, hogy terjed át. A második hullám elindul a szociálisan aktív fiatal generációkból, és hogy fog átterjedni később az idősebbekre. Tehát erről vannak ilyen hőtérképeket is készítettünk, nem tudom, láttad-e a hőtérképünket, hogy változik a koreloszlás hétről hétre, és ezekből, amit korábban kimértünk korcsoportok közötti kontaktusokból, abban azt előre lehetett jelezni, hogy ez így szét fog terjedni.
A másik, ami ugye a közelmúltból a... Amikor ugye észlehettük augusztus végén, hogy az reprodukciós szám megemelkedett nagyon, és hogy 100 körüli eset számnál, hogy ez meg fog ugrani jelentősen a következő időszakban, és meg is ugrott hamarosan. Vagy amíg, hogyha visszagondolunk a korábbiakra, ugye az volt a fő kérdés, ugye, hogy amikor a járvány elfolytása volt a cél, hogy mekkora kontaktus csökkentése kell ahhoz elérni, hogy el tudjuk folytani a járványt, de ha azt nem sikerül elérni, akkor mekkora járvány lesz. És akkor emiatt is ez volt az első megállapításaink között volt, hogy 60%-át kell redukálni a kontaktusok számát legalább, és azért is kezdtük el ezt mérni különböző adatforrásokkal, közvéleménykutatás, mobiltelefonok, és így tovább, hogy meg az online kérdőívünk, hogy próbáljuk ezt mérni, hogy tényleg létrejött akkor a kontaktus csökkentés, és igen, 60-90% között volt a helytől és időtől függően tavasz folyamán az országban. És ez is összhangban volt az, hogy le is ment a járványbőlge. Ezeket persze mindig nézzük visszafelé. Parancsolj! Ma matematikailag hány fertőzött van Magyarországon, szólt a kérdés. Ugye azt mondtam, hogy egyszerű kérdés. Tehát nem. Ez nem egyszerű kérdés. Hát a... Járvány végén megmondom. Igen, ugye az első hullámról tudjuk, volt ez a nagy vizsgálat a négy orvos egyetemnek, ez a Hankaver nevű országos szerológiai vizsgálat, ahol 10 000 embert leteszteltek, hogy átesett, májusban történt ez a vizsgálat, hogy átesett a fertőzésen, és abból lehetett utólag megnézni, hogy tényleg hányan estek át a fertőzésen március, április, május közepéig. És akkor jött ki ez a szám, hogy körülbelül durván a fertőzötteknek az 1/20 volt az, aki a regisztrált esetek között megjelent. Tehát ilyen 20-szoros, durván 20-szoros aluljelentés volt. Most akkor ugye az a kérdés, hogy most mekkora ez az aluljelentés, amit nehéz megmondani pontosan a következő okból. Igazából ezt az aluljelentést, mivel akkor becsültük még a Hankaver előtt, és akkor a halálozási számokhoz mértük, hogy ahány haláleset volt, abból próbáltuk visszabecsülni, hány valódi eset lehetett. Most ez a módszer most nem annyira működik, mert egészen más a demográfiája a második hullámban a fertőzötteknek, tehát nem azok a halálozási ráták vannak az összes eset arányában, mint korábban. Illetve azt sejtjük, tehát egyrészt ahhoz képest azért nőtt a tesztelésünk, hogy a négyszeresére körülbelül, mint ami akkor volt a kapacitásunk, viszont most a fertőzöttek jelentős része a fiatalabb generáció van, akik között még több a tünetszegény vagy tünetmentes, ami miatt azt sejtjük, hogy az aludetektálás még rosszabb is lehet, mint korábban volt. Tehát ez a kérdés, ez a no casting, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy hány fertőzött van ugye ma Magyarországon, és akkor, hogyha megnézzük az elmúlt 10 napnak mondjuk a statisztikáit, azt látjuk ugye, hogy a tesztelésünk az beállt egy, hát ugrál ugye néhány nap, egyszer 7000, 11000, de alapvetően nem követi a járványnak a dinamikáját, és a eset számunk is ott ugye 800 és 1000 között ugrál nagyjából, viszont a pozitív tesztek aránya az viszont folyamatosan nő. A mai nap már 12% volt. Tehát ez azt mutatja, hogy igazából ez a napi jelentett esetszámunk az elszakadt attól, hogy nő a valódi esetszám, de hogy mennyire szakadt el, ezt pontosan nem lehet megmondani. Ezt már megint akkor tudjuk megmondani, majd néhány hét múlva visszaszámolunk. És hát
Rendkívül fontos volt a kérdés is, és fölhívja a figyelmet arra, hogy nem elég, amennyit ma tesztelünk. Ezt ki kell jelentenünk szerintem, akik itt ülünk az asztalnál, mert ez egy nagyon fontos adat. És ennyivel voltak előrébbek például a dánok, vagy akár ha megnézzük más országokat, hogy az az ország tud igazán jól teljesíteni, aki a no-castingot meg tudja mondani, és nem utólag tudja megmondani. Ez egy rendkívül fontos dolog, hogy erre a kérdésre jó lett volna, ha tudjuk a választ. Köszönöm szépen. Én valahol azt olvastam, hogy akkor tesztelünk eleget, ha csak a tesztelt személyeknek 2-3%-a mutatkozik pozitívnak. Nem tudom, hogy ezt jól látom-e, vagy így meg tudjátok erősíteni. Vannak ilyen irányelvek, a WHO-nak van ilyen 5%-os küszöbe, hogy azt mondja, hogy a járvány kontroll alatt van, amíg nem lépi át az 5%-ot a pozitivitási arány. Európai CDC-nek van egy ilyen 3%-os, az Európai Járványügyi Központnak egy ilyen 3%-os aránya, hogy úgy teszteljünk, hogy azt ne lépjük túl. De ugye elég sok ország, igazából az 5%-ot nem olyan sok ország lépi túl Európába. Tehát jelenleg a Ukrajna, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Románia és Csehország, azt hiszem mindent felsoroltam, aki a 5% fölött van. Többi ország, Ausztriában is növekszik az eset szám, de ott ők tudták párhuzamosan növelni annyira kapacitást, hogy ők 5%-on megtartották a pozitivitási arányukat. És akkor vannak országok, olyan 1%, tehát a Dánia, amiről szó volt. És Magyarországon mi korlátozza a tesztelési lehetőségeket? Ugye a teszt nem olcsó, tehát vannak gazdasági kihatásai, másrészt pedig kapacitás, hogy mennyit tud az apparátus feldolgozni, hány tesztet lehet effektíve felvenni és kiértékelni. Hogy látjátok ezt, meddig lehet emelni a napi teszteket? A szakemberek azt mondják, hogy a kapacitás az sokkal nagyobb, mint amit most kihasználunk. Ugye bevezették ezt a hatósági árat jelenleg, aminek van egy pozitív, meg egy negatív oldala. A pozitív oldala az, hogy voltak cégek, ahol nagyon elszaladtaló, tehát nagyon drágán teszteltek. Viszont ezek a PCR teszteknek a minőségében jelentős különbségek vannak. Tehát van, ami nagyon jó, van, ami meg nem olyan nagyon jó, és én attól tartok, hogy ez a hatósági ár ez oda fog vezetni, hogy legalábbis azoknál a privát cégeknél, amik nem mennek tönkre emiatt, azoknál a rosszabb minőségű tesztek irányába fog menni a dolog. Igen, tehát mi nem értük el azt a korlátot, azt az objektív korlátot, a hány tesztet Magyarországon meg lehetne? Szerintem messze nem, és ez azért elsősorban szerintem döntéshozói kérdés, hiszen maga ugye a PCR vizsgálatoknak az elvégzése szerintem a kutatók központokban ma már nem nagyon lehet az orvostudományon, természettudományon belül olyan kutatócsoportot találni, ahol a PCR technika ne lenne meg. Tehát valószínűleg központok kellenének, ahol fölállítva az országba, ahol folyamatosan kapacitásbővítés van. Nyilván ez döntés kérdése, hogy legyen. Itt egyébként nagyon fontos lenne, hogy nagyon komoly gazdasági és epidemiológiai, matematikai együttes elemzések legyenek, hiszen nagyon könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy a úgynevezett gazdaságnak a védelmében nagyobb gazdasági kár lesz a legvégén, hiszen ha jól védekeznénk, jól szűrnénk ki a kontaktokat, azokat tudnánk monitorozni, ahogy a Gergő is mondja, akár Dániában is, vagy a japánoknál, akkor el lehet kerülni akár egy teljes lezárást is, mint gazdaságban elég komoly negatív hatású tényező. Tehát az, hogy mi kerül sokba, és mi olcsó a tesztelésbe, minden gondolatom arra mutat, nem tudok, de ez most csak vélemény, hangsúlyozom, nem tudás, csak vélemény, erre kellenének a nagyon komoly gazdasági, matematikai, epidemiológiai együttes elemzések, de jelenleg az egyéni véleményem az, hogy ha többet költünk tesztre, a legvégén jobban fogunk gazdaságilag kijönni belőle. Értem, nekem akkor ennek a megjegyzésnek megint csak az az üzenet, hogy itt nagyon érzékeny egyensúlyok vannak, tehát ha mindent felteszünk egyetlen lapra, mondjuk a gazdaság megvédésére, és a másik területekre nem jut elég figyelem, akkor lehet, hogy hosszabb távon nem a legjobban jövünk ki belőle. Még
én is azt tenném hozzá ez az egyensúlyhoz, hogy ugye most annak idején Svédország próbálta ki pontosabban tavasszal azt a módszert, hogy nem nagyon védi annyira a lakosságát, bár jobban védte, mint ahogy a médiában benne van. Most mi még annál is egy ilyen liberálisabb rendszert alkalmazunk, hogy ez nyilván a szeptember, vagy nem tudom, esetleg októberben lehet, hogy gazdaság szempontjából egy pozitív dolog, tehát ha nagyon bedrúgulnak a dolgok, akkor az visszaüthet. Tehát ez a kormány kezében egy nagyon, hogy mondjam, érdekes döntési mechanizmus van. Nyilván meg lehet érteni a kormányokat, hogy szeretnék, hogy a gazdaság az megmaradna, de fennállhat egy ilyen veszély, hogy amit nyerünk most a vámon, azt a később esetleg a révén el fogjuk veszteni. Illetve oktatás szempontjából természetesen az oktatásba investált pénz az nem azonnal jelentkezik, hanem ott azért van egy kis átfutási idő. Viszont érdemes az oktatásba investálni és korrigálni azt a változást, amit a vírus helyzet okozott, hiszen 5-10 év alatt igen erőteljes hatása van az oktatásnak a gazdaságra. Az OECD Education at a Glance elemzések a 2020-as nemrég eljött ki, és ott komolyan foglalkoznak ezzel, hogy olyan matematikai modelleket állítottak föl, feltételezték, hogy így holnapra eltűnik a vírus helyzet. Tehát csak az oktatásból az a etap esik ki, amikor március és a nyári szünet között zárva voltak az iskolák, illetve az oktatási rendszerenként változik valahol. Csak néhány hetet volt zárva valahol, tényleg nagyon hosszú időt keresztül zárva volt az iskola. És már ott komoly elemzésekkel megmutatták, hogy ez hány milliárd, tehát valami irtózatos mennyiségű dollár pénzkiesést fog indukálni majd a gazdaságban. Tehát mindenképpen érdemes az oktatásba is investálni, mert hogy az esetleges oktatási kimaradások, fejlesztési kimaradások a gazdaság fejlődésében, teljesítő képességében már középsőt, hát hosszú távon meg végképp jelentkezni fognak. Igen, közben nézek a jelenlevőkre, van-e kérdés? Csak egy komment még ide, hogy nézést, hogy a tesztelések az oktatást is javítják, hiszen ha sokkal gyorsabban le lehet szűrni egy populációt, akkor az összoktatási idő nőni fog, aminek hosszú távon a gazdaságra pozitív hatása van. Enikő. Maszkhasználat és ezek a távolságtartó intézkedésnek a nagyon-nagyon szigorú betartatása az egyik, a másik ugye a PCR, a harmadik, ez egy jó kérdés, a büntető törvénykönyv szigorítása. Tesztelési kapacitás egyértelmű növelése. Én a veszélyeztetett korosztály elkülönítése, akkor a társadalmi rétegben is ennek a kihangsúlyozása, és egyértelműen a maszkhasználatnak, én ezt a hármat emelném ki, annak az egyértelműsítése, és tényleg olyan, most erre azt kell mondani, hogy büntető intézkedések meghozatala, ami alapján nem lesz senkinek se kérdéses, ugyanúgy, ahogy nem lopunk, nem ölünk, gyakorlatilag már megtanultuk amellett, hogy milyen következményei vannak. Ez nagyon, nagyon muszáj, hogy ez keményen be legyen tartva. Most egy kicsit ismétlés jellege lesz.
Igazából már tavasszal, amikor ilyen exit stratégiának az elemeit próbáltuk összerakni, akkor is javasoltunk egy ilyen kombinált stratégiát, aminek része, hogy valamennyi távolságtartást, valamennyi kontaktus csökkentést fönntartunk, része a tesztelésnek a felskálázása, amit áprilisban mondtunk, része lett volna a kontaktus kutatásnak sokkal hatékonyabbá tétele. Ugye a németeknél Angela Merkelnek az exit stratégiának egyik eleme volt, hogy 20 000 fős, tehát lakosság, minden 20 000 főre jut egy kontaktus követő csapat, amit több ázsiai országban is alkalmaznak, ilyen helyi kontaktus követő tímeket. És akkor része volt a maszk használat, amit akkor még nagyon kevesen mondtak április közepén. És igen, tehát hogy ezeket mind kombinálni kell. Ugye van most egy kicsit visszakanyarok a modellezés szempontjába, hogy a terjedés, vagy ez a reprodukciós szám, hogy milyen tényezők befolyásolják. Egyik tényező az, hogy hány kontaktusunk van. Egyik tényező az, hogy ilyen kontaktusok során milyen esélye adja át valaki a fertőzést a másiknak. Másik, harmadik ilyen tényező, mennyi a fogékonyak aránya, akivel találkozok, mekkora esélye fogékony. És a negyedik tényező pedig az, hogy mennyi ideig vagyok én fertőzött a populációban. És igazából mind a négy, ebből a négy tényezőből a fogékonyak arányát azt ugye a védőoltásra tudnánk csökkenteni. Vagy megvárjuk, hogy nagyon sokan megfertőznek, amit nem akarunk, de a másik három tényező mindegyikét tudjuk befolyásolni. Ez a három fajta intézkedés, amit mindannyian mondunk, az ezt a három másik tényezőt mind egyesével, a kontaktusok számát kicsit csökkentjük, a maszk használattal, a higiéniával, a kontaktusok során az átvitel valószínűségét csökkentjük, illetve a gyors hatékony detektálással, gyors izolálással, meg azt az időszakot csökkentjük, amíg valaki populációban mászkál és fertőz másokat. Hát az oktatással kapcsolatos döntéseknek nem egy-két napon belül van általában hatása, ami viszont oktatással kapcsolatos és nagyon lényeges lenne, hogy minden egyes gyermek számára biztosítani azokat a feltételeket, és pedagógus számára is biztosítani azokat a feltételeket, ami az online oktatás megvalósításához szükséges. Ugyanis ebben az időszakban tovább nőtt a szakadék a társadalmilag, gazdaságilag legarabottabb régiókban tanuló és családokban élő gyermekek fejlődése és a kedvező gazdasági társadalmi légkörben iskolába járó gyerekek fejlődése között. Tehát ezen mindenképp változtatni kellene, és extra segítséget, támogatást nyújtani ezen gyerekek és pedagógusok számára. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek csak eszközök, az eszközök nem oldják meg az oktatás problémáit, tehát mindenképpen mögé kell rakni a megfelelő módszertant. És amit én itt kiemelnék, az a tanárképzés, a minőségi tanárképzés fontossága, ami szintén nem oldja meg a járvány problémáit, és nem két héten belül realizálódna, de most megtanulhattuk. És azt gondolom, azzal valamennyire egyetértünk, hogy látjuk akár a H1N1-et, akár látjuk ezt a COVID-19-et, hogy meg kell tanulnunk ezzel a helyzettel együtt élni valamennyire a vírusokkal, és bár minél hamarabb véget érne ez az egész, és visszatérhetnénk a hagyományos megszokott életünkhöz, de ez akármikor megismétlődhet. Tehát fel kell készülnünk oktatásra arra, hogy képesek legyünk minőségi oktatásfejlesztést folytatni, konkrétan szemtől szembeni oktatáson kívül is. Különben pedig mindennel egyetértek, amit a kollégák mondtak. Köszönöm szépen. Közben megkérdezném, hogy érkezett-e kérdés online, amit feltehetünk. Nem? Akkor majd legközelebb bátorítani kell az online velünk levőket, hogy bátrabban kérdezzenek, vegyenek részt interaktív módon a beszélgetésbe. Jelenlevőknek vannak-e további kérdései? Nekem lehet oktatással kapcsolatban? Csak gondolkoztam hogy magam, hogy Angliában elég sok időt eltöltöttem, és például ott mondjuk az iskola rendszer az nem ilyen nagyobb szünetek voltak, mint nálunk Magyarországon, hogy 2,5 hónap szünet nyáron, és akkor egybe rengeteget megyünk, és ugye itt rengeteg szó esik a kontaktszámok csökkentésével.
hogy esetleg az iskolák között szünetek eltolásával, tehát hogy nem egy hosszú szünet és mindenki egybe tanul, hanem egyszerűen eltolni úgy az oktatást, hogy nem mindenki egyszerre tanul, hanem van, aki ugye otthon tud lenni akár az iskolákba, vagy akár a szüneteknek az eltolása, hogy ez egyáltalán ezek a dolgok fölmerülnek-e oktatás technikailag, és van egyáltalán realitásuk. Ez engem foglalkoztatott, ez a kérdés. Olyan szempontból ez a technika létezik. Most vannak iskolák, akik felosztották az iskolát, páros évfolyamok mondjuk 8 órakor kezdenek, páratlan évfolyamok meg 8:45-kor kezdenek, vagy 8:30-kor kezdenek, és ezzel próbálják csökkenteni a találkozásoknak a mennyiségét, hiszen ezek a gyerekek a szünetekben sem futnak össze, és akkor sem, amikor megérkeznek az iskolában. Tehát ezek a technikák, ezek most is élő technikák. Az valóban más kérdéseket is felvet egyébként, hogy nálunk ilyen hosszú a nyári szünet, ugyanis elég nagy a felejtési ráta is ebből adódóan. Viszont valószínű, ez inkább energetikai kérdés a légkondicionáló berendezések használata miatt alakult ez. Illetve hát a nagyon meleg van nyáron, nehezebben tanulnak a gyerekek, de ez iskolánk, tehát ez a technika, ez megvan ma a magyar oktatásban. Hát ebből a mostani helyzetben nagyon sokat tanulhatunk. Különböző tudományos fórumokon felmerült az, amit most látunk, az a nemzetközi tudományosságnak egy példátlan összefogását mutatja. Soha ennyi kommunikáció, ilyen gyors kommunikáció kutatók között nem volt, publikációk ilyen gyorsan nem jelentek meg, és ennyire nem érezték a döntéshozók, hogy ott van kéznél a tudományos eredmény, amit felhasználhatnak. Tudom, hogy ilyenkor minden kutató egy kicsit frusztrált, és úgy érzi, hogy sokkal több tudás van, amit használni lehetne. De mégis, ha összehasonlítunk három olyan területet, amikor a kutatóknak nagyon sok adatuk van, és különbözőképpen használják a különböző országokban, akkor azt mondhatjuk, hogy járványügyben nem állunk olyan rosszul. A másik nagy terület az oktatás. Ugye a járványügyben egy-két hét a visszacsatolási periódus, ha valamit jól vagy rosszul döntünk, két hét múlva látjuk, hogy másképp kellett volna csinálni, vagy jól tettük. Az oktatás ügyben ez a ciklus, ez a periódus, ez több év, egy évtized az, amikor lehet látni, hogy valamit elrontottunk, másként kellene csinálni. És a harmadik nagy terület az a klímaváltozás, ahol hát több évtized az, amikor ez visszajelzi, hogy az emberi tevékenység, beavatkozások milyen hatással jártak. Most az egyik érdekes kérdés az, hogy láttuk ezt a mostani jelenséget és a tudománynak a szerepét. Mit gondoltok, lesz ennek valami kihatása, hogy a döntéshozók esetleg megfontolják, hogy más területeken is az evidence-based gyakorlatot, politika, szakpolitika kialakítását valamilyen módon komolyan veszik? Túl optimista vagyok ebben, hogy a járvány helyzetben... Tehát jelenleg én úgy látom, meg nem csak én, hanem ez a helyzet, hogy úgy nevezik ezt, hogy igazságon túli politika. Tehát van egyfajta ilyen ellenforradalom, hogy így mondjam, hogy bizonyos régiók, országok vezetésétől kezdve nem annyira tudománypártiak. Sőt, a laikusok sem annyira tudománypártiak. Ezt pontosabban nem tudom, hogy itt valami fajta növekedés lépette fel, vagy pedig csak az internet révén mondjuk összegyűltek és hangosabbá váltak, de az biztos, hogy van egy ilyen nagyon kedvezőtlen trend, hogy ezek a hangok a legmagasabb szinten is, tehát gyakorlatilag oda vezetnek, hogy a tudomány tagadáshoz vezetnek. Hát, nálunk itt a vírus ügyben tavasszal hallgattak a stábra, aki szakmai stáb, akit irányította, most nem tudom, mit javasoltak, hogy megegyezik-e ez a kormány politikájában, minden Európában ugyanezt csinálják. Tehát nálunk itt viszonylag Európában azt mondanám, hogy viszonylag így jó a helyzet. Pár dolog megjelent itt például a klímakérdés kapcsán. Ugye azért tavasszal leállt a világ, és hát azt tapasztaltuk, hogy megtapasztaltunk egy nagyon fontos dolgot, hogy ahhoz, hogy valóban megállítsuk ezt a klímaváltozást,
ehhez sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, mint gondoltuk, mert ez a leállás nem jelentett túlságosan, hogy mondjam, nagy tettet, és azért ezt nem lehet csinálni. Tehát itt valami gyökeresen, globálisan más dolog kell, és még egy dolgot érznék meg, hogy ennek a jelenlegi járványhelyzetnek egy nagyon fontos sajátsága lett, igazából a népesség, a laikusok most először találták szembe magukat azzal a mechanizmussal, azzal a módszerrel, ahogy a tudomány dolgozik. És hát azt kell mondjam sajnos, hogy sok embert, aki eddig, hát ahogy mondjam, bízott a tudományba, elbizonytalanította az, hogy itt főleg, amikor valami új dolog, tehát amikor megjelent a járvány, sok vita volt, sokan felelőtlenül nyilatkoztak idehaza és másutt is, és utána ugye nem ez következett be, meg szóval a járvány kapcsán rengeteg ilyen párhuzamos dolog van, ahol biztos tudás felé megyünk, például a maszk használat milyen fontos, nem tudom, egy csomó dolog van, más most sem tudunk, és hát látja a laikus ember, hogy hát a kutatók azok igazából vitatkoznak egymással, nem is tudnak szinte semmit, de itt vannak ezek a vírusszkeptikusok, azok mindent pontosan tudnak, és megmondják nekünk, és meg is nyugtatnak bennünket, hogy mi szabadon élhetünk, meg nincs is probléma, és nekik hisznek. Tehát ez egy óriási dilemma, amit egyelőre én magam nem tudok, hogy lehetne kommunikációval leküzdeni, de sajnos ez a helyzet. Én annyit hozzátennék, hogy ugye a döntéshozási mechanizmusnak az egyik fő problémája, ugye régen is az orvostudományban, ez még most is rendkívüli módon megvan, ugye az eminencián alapuló döntéshozás és az evidencián alapuló döntéshozás. Na most sokkal egyszerűbb annak, aki valamilyen hatalmi struktúrában van, hiszen ha én eminencián alapján hozom a döntést, akkor 100-ból 100-szor nekem van igazam, a viták nagyon rövidek, mert én eldöntöttem, és egy gyors döntéshozás, és mind a 100-szor nekem van igazam. Ha átlépünk egy evidencián alapuló döntéshozás, akkor nálam rendszeresen van, hogy a PhD hallgatókkal, TDK-sokkal elkezdünk valamint vitatkozni, és kiderül, hogy az ő ismerete jobb, és akkor neki van igaza, és akkor már a 100-as arányból nyilván attól függ, hogy a diák, a másik partner mennyire felkészült, bizony akár 50%-ba is alul lehet maradni. Tehát a végeredmény az egy sokkal hosszabb diszkuszió, sokkal kevesebbszer nyeri meg az eminenciás személy gyakorlatilag a vitát, viszont a legvégén a jó döntések száma az lényegesen magasabb. Na most itt tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy minden területen az eminenciás döntéshozásból az evidenciára átállás az egy lemondás arról, hogy nekem van igazam, és ez egy nagyon-nagyon nehéz olyan emberi tényező tud lenni, legyen ez akár munkahelyi, legyen ez akár felsőbb politikai döntéshozási mechanizmuson, ami szerintem rendkívüli módon gátolja ezt, és azok az országok, ahol ebben jobban állnak, előrébb állnak, inkább angol szászabb modellben gondolkodnak, és erre nem a mostani döntéshozási mechanizmusukra gondolok, azok sokkal jobban teljesítenek. De itt ugye Benő említette itt, hogy jobban bevonódik-e emiatt ugye a döntéshozatalba különböző szakterületeknek a tudása. Most ugye több országban is ezzel a gonddal néznek szembe, meg részben mi is, hogy a járványügyet azt fokozatosan leépítették. Tehát amikor onnan spórolni kell, akkor rajtuk lesz, úgy sincs járvány, minek ennyi epidemiológus. Ugye ez nem csak Magyarországon volt ilyen leépítés, hanem nagyon sok másik országban is. Tehát én szerintem már az is nagy eredmény lenne, hogyha csak a járványtant, az országok ezt a tanulságot levonnák, hogy a járványtant nem érdemes spórolni, az epidemiológusokon nem érdemes spórolni, akkor se, hogyha éppen nincs járvány, komolyabb járvány hosszabb éveken át. Ugye az a várakozás, hogy nagyon sok odanak, hogy nem ez az utolsó pandémia, amivel mi még ugye szembesülni fogunk. Tehát én szerintem, ha már csak a járványtan visszatérne a ilyen sokkal komolyabb, vagy sokkal nagyobb volumenű, és komolyabban vett terület közé, amire tényleg rászánnak forrásokat, embereket kiképeznek, hogy legyenek szakértők minél többen, és így tovább. Szerintem az egy nagy pozitívum lenne. Oktatás kapcsán erre a gondolatkörre próbáltam már korábban is utalni, hogy remélem lesz egy ilyen pozitív hozadéka ennek a helyzetnek.
ahol felismerhettük azt, hogy a tudomány képviselői meg tudnak problémákat oldani, kérdésekre választ tudnak adni, és reméljük ez az oktatásba is begyűrűzik. Láthatunk erre nemzetközi példákat, ugyanis Finnországban ez történt, ismerjük a finn PISA eredményeket, ott vannak az élvonalban. Tehát ott van a jó gyakorlat előttünk oktatás területén, hogyha szakértő alapú, illetve evidence-based adat alapú döntéshozatal történik, akkor igen sikeresen megváltoztatható egy ország oktatásának a minősége, új pályára helyezhető a fejlődés. De ami még nagyon nehéz itt oktatás kapcsán, még annyit hagyd tegyek hozzá, az, hogy mindenkinek van tapasztalata oktatással, mert járt iskolába, vagy a gyereke jár iskolába, vagy az unokája jár iskolába, és mindenkinek van véleménye az oktatás kapcsán, és ez a vélemény, ez nem feltétlen evidence-based, mert ez nem egy tudományos vélemény, és ezen vélemény alapján fogalmaz meg, vagy hoz esetleg döntéseket. Ami döntésnek a következménye, nem mint a járvány kapcsán, egy-két héten belül jelentkezik, hanem esetleg évek múlva. Köszönöm szépen. Időben elérkeztünk ennek a nagyon izgalmas második szakasznak, a párbeszédnek a végére is. Zárásként azt mondanám, hogy a 20. században nagyon sokszor megszólalt a tudomány felelősség, a tudomány lelkiismerete. Vezető természettudósok, hát mindenek előtt fizikusok, biológusok, kémikusok fogalmazták meg, hogy a kutatónak, a tudósnak a felelőssége az is, hogy a döntéshozóknak és az állampolgároknak megmutassa a találmányaik felhasználásának a következményeit, mi mindenre lehet rossz célokra használni, mindazt, amit a tudomány létrehozott. Hát ez a 40-es évek végén, 50-es évek végén egészen más kontextusba helyeződött, mint most. Én úgy látom, hogy most egy fordított helyzettel állunk szembe. A kutatónak az a felelőssége, hogy meggyőzze a döntéshozókat és az állampolgárokat arról, hogy az a tudás, amit létrehozott, az használható. Mert nagyon sok olyan eredmény van a világban és a kezünk ügyében, amelyeket nem használnak. Az oktatás az biztosan így van, de gondolom, hogy a többi kutatási területen is nagyon sok olyan eredmény van, amelyet ha a döntéshozók és az egyszerű állampolgárok a nagy átfogó társadalmi folyamatokban, vagy az egyszerű hétköznapi életben alkalmaznának, akkor az ilyen helyzeteket, amit most, amivel szembesülünk, ezeket sokkal hatékonyabban lehetne kezelni. Még egyszer megköszönöm a beszélgetés résztvevőinek, hogy vállalták ezt a szereplést, és érdeklődéssel várjuk azokat az előadásokat, amikor egy hosszabb lehetőségük lesz arra, hogy az itt vázlatosan felvetett gondolatokat részletesebben is kifejtsék. Köszönöm szépen a jelenlevőknek a türelmet, a fegyelmezett maszkviselést, és be fogjuk jelenteni, hogy mikor lesz a következő alkalom, amikor az előadók egyikével folytatjuk. Köszönöm szépen!